A helyi Senior Örömtán csoport tagjai tartottak bemutatót a városban élő szépkorúaknak Bátaszéken, nem titkolt céllal kertcsinálóként idősek napja alkalmából. A Senior Örömtánc több mint 40 éve indult útjára. A mozgásformát kitaláló koreográfus célja az volt, hogy olyan táncokat fejleszten ki, amikben nincsenek hirtelen mozdulatok, ugrások, pörgések vagy különféle akrobatikus elemek, hanem kimondottan az idős korosztálynak való nyugodtabb mozdulatsorok, főleg sétalépések váltják egymást. Bátaszéken 5. éve hagyomány, hogy a várospolgármestere személyesen köszönti fel az időseket október 1-én. Ebben az önkormányzati ciklusban hívtuk életre ezt a rendezvényt, elsősorban azzal a céllal, hogy a rendezvény keretében megköszönjük Bátaszék szépkorú polgárainak azt a munkát, amit értünk fiatalabb generációkért tettek, hiszen az ő munkájuknak köszönhetően vagyunk itt ma Bátaszéken, ők nagyon sokat tettek, hogy a település képe, arculata ez legyen, amit jelen pillanatban tapasztalunk Bátaszéken, és hát fontos, hogy az év egy napján ennek hangot adjunk, és tényleg köszönetünket ki tudjuk fejezni. Gyere, tubicám, őtön ember cicám, viszont sem abban semmi szégyen, új csúfát, új mint régen. Az idei év főprodukciója egy operett előadás volt. A helyi Petőfi Sándor művelődési házban összegyűlt több mint 100 szépkorú közül, volt, aki kifejezetten emiatt jött el. Én szeretem a magyar zenét, úgyhogy még én abban az időben Repély Pávába jártam, Vésztőn, Békés megyébe, és én nagyon szeretem a zenét. A társaságot is nagyon szeretem. Egyesületem is volt sokáig, úgyhogy szeretem nap. Otthon édesen visongok, itt meg édesen vigyorgok, én még nem voltok jó a hangulat, meg van rá az ok. Kérem el a jelek kis hadszári, hadszári, hogy jön a szába szállni, drágám, miért vagy Mári? Szép dolog. Minket is ünnepelnek, öregeket, időseket. Hát szeretünk ide járni. Éjjel az omnibus tekerjét, hát vissza kicsit ér. Egy könnyűzenei rendezvény lesz, ami kimondottan azt gondolom, hogy az idősebb korosztálynak szól, különböző operettslágereket fognak hallani, ezzel is szeretnénk tényleg a köszönetünket kifejezni. Bátaszéken a szociális ellátórendszeren keresztül nem csak idősek napján, hanem egész évben kiemelten foglalkozik a helyi önkormányzat a városban élő nyugdíjasokkal. Azt lehet mondani gyakorlatilag, hogy a város adott esetben, hogyha szépkorúak rászorultak, akkor próbál több csatornán is segítséget nyújtani, hiszen az idős gondozás keretében a nappali ellátás feltételeit tudjuk biztosítani, házi gondozás feltételeit tudjuk biztosítani, adott esetben pénzügyi ellátást is tudunk számukra biztosítani. Bár azt kell mondani, hogy a mi szépkorúink azok nagyon aktívak a szoros értelmében, hiszen két nyugdíjas klubon keresztül, de más egyesületeken is keresztül is, részesei és aktív tagjai a város társadalmi életének. Nincs olyan esemény, rendezvény, ahol ők ne lennének nagyon nagy számban jelen, legyen az várostakarítás, vagy éppenséggel egy bornapok rendezvény. Hála jó Istennek, nagy energiák lakoznak még a mi szépkorújainkban, és ezt őszintén szóval ki is használjuk, mert velük nagyon jó dolgokat tudunk létrehozni még Bátaszék érdekében. Kös anyja kedvőnek, csokrot kovány. A mellényed is pepita, szíved már ismeri a Dixieland szertelen ritmusát. Igyekszünk minél többet köztük lenni. Két dolog miatt, egyrészt, hogy azt az élettapasztalatot, amit át tudnak adni, azt minél jobban magukba tudjuk szívni, és abból mi is tudjunk tanulni. Másrészt érdekes látni, hogy koruk ellenére mennyire vidáman fogják fel az életet, és talán a körülményeket meghazudtolval szeretnek együtt lenni, és szeretik közösen megélni a programjaikat. A bátaszéki nyugdíjasokat az operett műsor után megvendégelte a város polgármestere a helyi művelődési házban.